Köszöntöm a Telena magazin nézőit! Hiába a rendszeres szemétszedési akciók és a hulladékudvar, Tolnaváros környékén jelentős mennyiségű hulladék van a mellékutak mentén. A város most pályázatot nyert a hulladékmentesítés lebonyolítására. Szerte az országban az utak mentén vagy a ligetek területén eldobált szemetekkel találkozik az ember. Van itt az autóalkatrésztől az építési hulladékig minden. Hiába nyitottak ki a hulladékudvarok, a szokások nem alakultak át, és az emberek kihordják azt, amit elvéhetnének a gyűjtőhelyekre is. Ez a helyzet Tolnán is. Sajnos Tolnaváros közigazgatási területén és a város belterületén kívül, úgy külterületen, külterületi utak mentén nagyon sok az illegálisan lerakott hulladék, kommunális hulladék, építési hulladék, de akár a zöld hulladék is. Hát ha tippelnem kellene, akkor ezres nagyságrendet mondanék köbméterbe, de nem áll rendelkezésre egyébként tételes felmérés. Évek óta próbál sok mindent megtenni településünk azért, hogy tisztítsuk a környezetet. Évek óta rendszeresen részt veszünk az országos TESZED akcióban, gyakorlatilag ilyenkor civil egyesületekkel, iskolákkal együttműködve, egy 150-200 fővel szoktunk általában belterületen, bár egy kicsit a külterületi utak mentén is szemetet gyűjteni. Így a város belső területei mentesek a szeméttől, de a külterületek védelmére nincs megfelelő erő. Igyekszünk pályázati forrásokat is felkutatni. Tavalyi évben volt már ilyen lehetőség, akkor a Mözsi település részen az elhíresült újbucsutéri árkot sikerült megtisztítanunk. Hát ez egy komoly, mintegy 6 millió forint összegű mentesítési akció volt, illetve hát örömmel tudtunk csatlakozni legalábbis pályázat benyújtása szintjéig a Tisztítsd meg az országot című programhoz, amit a kormány hirdetett meg. Múlt héten beadta önkormányzatunk a belügyminisztériumhoz az illegális hulladék lerakásra vonatkozó pályázatot. Annak elsősorban itt a célterülete majd ez a lőtéri út, lőtérre vezető út. Azt tudni kell, hogy ezek a pályázati lehetőségek mindig csak kizárólag önkormányzati tulajdonú területekre vonatkoznak, magánterületeken nem tudunk ilyen akciókat megvalósítani. A szemetelők nem nézik, hová öntik ki a használaton kívüli dolgokat, ezzel akár 100 000 forintos költségeket okozva a földterület tulajdonosának, akit köteleznek a környezetszennyezés megszüntetésére. Azt gondolom, hogy a jó szó kevés, bár sokszor teljesen érthetetlen folyamatok zajlanak, hiszen Tolna városában is működik a szolgáltatónak az ökoudvara, ahol ugye a szerződött ingatlan tulajdonosok ingyenesen tudják a különböző hulladékaikat elhelyezni, fajták szétválogatása mellett. Ugye ez azért fontos, mert utána ezeket tovább lehet feldolgozni. Ez bent található a városban, jól megközelíthető, köves út mellett. Ezzel szembe elképedünk, hogy a határban gyakorlatilag megközelíthetetlen helyekre is ipari mennyiségben hordják ki a szemetet, amihez ugye eszköz kell, költség kell, tehát a józanésznek ellentmondó folyamatokat tapasztalunk. Én bízom benne egyébként, hogy az a kormányzati szándék, amelyik nem csak a hulladék összegyűjtését, megsemmisítését, hanem a jövőbeni újratermelődésének a meggátolására irányul, tehát arra, hogy egyrészt szankciókkal, komoly szankciókkal fogja sújtani azokat, akik illegálisan helyeznek el hulladékot, illetve kötelezi az ingatlan tulajdonosokat majd, hogy a jövőben a megtisztított területeket őrizze, figyelje, tartsa tisztán a területet, ezek együttesen majd hosszabb távon eredményt fognak hozni. Az önkormányzatok vadkamerákat helyeznek ki a leginkább sújtott területekre, ahol általában ettől meg is szűnik a környezetromboló folyamat. A szemetelők azonban ilyenkor új helyeket keresnek maguknak. Jelen pillanatban csak esemény után megyünk, tehát ugye amikor azzal szembesülünk egy-egy szemre során, hogy van egy-egy újabb szeméthalom, szemétlerakat, igazából ugye a tetten érés lenne a
kimondottan üdvözítő. Azok a kormányzati programok, amik elindultak, úgy gondolom, hogy lépésről lépésre való, azoknak a lépésről lépésre való alkalmazása, tehát egyrészt a meglévő lerakók felszámolása, másrészt ugye a területek védelme, tehát legyen megfigyelés, legyen őrzés valamilyen fokon. Ami kiszedul a belvárosból, az az erdőkben és a külterületeken köt ki, érthetetlen módon, hiszen az ökoudvarok befogadnak minden hulladékot. A szemléletformálás egyedülen nem hatékony, vélhetően a szigorú büntetés hozhat csak eredményt. Régi vágyuk válik valóra a Tolnaiaknak hamarosan. Felújítják ugyanis a városon keresztül haladó legfontosabb, vagyis az 5112-es számú utat. Az előkészületi munkálatok már el is kezdődtek, és jó hír, hogy a fejlesztés nem terheli majd az önkormányzat költségvetését. Felmart és fehér kavicsal borított útszakaszon haladnak az autók a Tolnán keresztül futó 5112-es számú úton. Akiknek ez a szám nem sokat mond, azoknak érdemes tudniuk, hogy ez az az út, ami a Mözsi Soronpoltól indulva áthalad az egész városon. A felmart szakaszok oka pedig nem más, mint hogy itt, bár a leglátványosabb részei még hátra vannak, komoly útfejlesztés kezdődött néhány hete. Ez a Közép-Dunamenti térség útfejlesztési program része. A 5112-es számú út Dunaszentgyörgy-Fad-Tolna szakaszt érinti, mintegy 19,5 km hosszban. Vagyis az útfelújítás bár egész Tolnát érinti, nem csak a városban zajlik. A beruházás állami pénzből valósul meg, így az önkormányzat költségvetését nem terheli. A kivitelező pedig már meg is kezdte a fejlesztéshez szükséges előkészítő munkát. Megkezdte a útpatkát, illetve a növényzet írtást, illetve ezzel párhuzamosan megkezdte az útnak az alap megerősítését. Jelenleg látható, hogy Tolna belterületén több szakasz helyileg, ahogy ki lehet bontva, illetve megerősítve. Ezek most jelenleg még zúzott kőterítéssel vannak ellátva. A most még fehér kavicsal felszórt területeket a tervek szerint a kivitelező egy-két héten belül szilárd aszfaltréteggel zárja le, így az ideiglenesen megbontott útszakaszok egyelőre megszűnnek. Ezt követően a tél kezdete miatt ideiglenesen leáll a kivitelezés. Vissza kell neki adni a téli üzemeltetés idejére az utat, ezt követően tavasszal ismételten folytatni fogja a munkákat, miszerint teljes útburkolat, aszfalt, szőnyegezést fog kapni. A kivitelezés befejezési várható határideje ez jövő év nyár elején lesz. A munkálatok tehát most egy időre megállnak majd, tavasszal viszont újra elkezdenek dolgozni Tolna legforgalmasabb útján a szakemberek. A közút ezért azt kéri, hogy amíg a fejlesztés tart, az autósok legyenek türelmesek és megértőek az érintett szakaszokon. A kivitelezés ideje alatt félpályás lezárások lesznek. Itt előre is kérjük, illetve köszönjük a helyieknek, illetve a közlekedőknek a türelmét. Sajnos ezzel fog járni, de kivitelező ütemezése, illetve ígérete szerint ezeket gyorsan el fogja végezni, hogy ne okozzon különösen problémát. A Tolnán áthaladó 5112-es számú út felújítási munkálatai tehát várhatóan jövő nyár elejére fejeződnek be, ezzel pedig a tolnaiak egy régi vágya valósul meg. Most a reklám következik, majd a Szent István Katolikus Gimnáziumba látogatunk el, ahol ismét át kellett állni a digitális oktatásra. Mindjárt folytatjuk a Tellena magazint. Autója elromlott? Kötelező szervizre van szüksége, vagy csak ellenőriztetni járműve állapotát? Akkor keresse az Antal Service Kft-t, a Bosch Car Service hálózat partnerét. Autóját prémium minőségű Bosch alkatrészekkel javítjuk. Bosch Assistance szolgáltatásunk keretében meghibásodott járművét ingyenesen beszállíthatjuk. Vállalunk továbbá műszaki vizsgáztatást, eredetvizsgát, teljes körű számítógépes diagnosztizálást, gumijavítást, centírozást, benzines befecskendezők javítását, klímafeltöltést és javítást. Új szolgáltatásaink automata váltó olajszerviz professzionális átöblítéssel, üzemanyag és szívórendszer tisztítás, porlasztók bevizsgálása alacsony és magas nyomású rendszerekre. Gyors, precíz ügyintézéssel, helyszíni biztosításkötéssel, nagy szakértelemmel vár mindenkit az Antal Service Kft. Tolnán a Szedresi utcában. Telefon 74-es körzet 540 703.
Új házat épít, átalakít vagy felújít? Akkor keresse a Kádzi Tüzépet Tolnán. Ha téglát, tetőcserepet, betonterméket, gipszkartont és vakolatrendszereket, szigetelőanyagot, USB lapokat, hajópadlót, lambériát keres, akkor a legjobb választás a Kádzi Tüzép Tolnán a Fácánkerti elágazóban. Nálunk a legnevesebb gyártók jó minőségű építőanyagaiból válogathat. Közel 5000 négyzetméteres telepünkön mindent megtalál, ami családi háza alapozásához, tetőszerkezetéhez, szigeteléséhez, felújításához vagy átalakításához szükséges. Szolgáltatásaink: személyre szabott árajánlat készítés, szaktanácsadás, helyszínre szállítás. Ne feledje, a kedvező építőanyag vásárlás az építőanyag kereskedés jó kiválasztásával kezdődik. Nézzen be hozzánk, érdemes, Kádzi Tüzép Tolnán, a Fácánkerti elágazóban. Finomat enne? Várja Önt az Édesem cukrászda és pékség Tolnán, az Alkotmány utcában a CBA mellett. Kínálunk péksüteményeket, cukrássüteményeket, salátákat, szendvicseket, pizzát és rendelésre hamburgert is, legyen az reggeli, ebéd, vacsora, vagy csak ha úgy megkívánja. Kóstolja meg kávé különlegességeinket, vagy olcsa szomját üdítővel, alkoholos itallal. Finomat enne? Akkor térjen be hozzánk! Édesem cukrászda és pékség Tolna. Jogosítványt szeretne? Kapcsoljon velünk turbofokozatra! Autós iskolánkban moped, motorkerékpár, személy- és tergépkocsi, valamint nehéz pótkocsi kategóriában állunk rendelkezésre gyakorlott oktatókkal. Klimatizált tantermeinkben számítógépen zajlik a vizsgafelkészítés, de vállalunk távoktatást, e-learninget is az összes kategóriában. Részletfizetés lehetséges. 20 éves korig 25 000 forintig állami támogatás is igénybe vehető. Kapcsoljon velünk turbófokozatra, Turbóautós iskola Tolna, Deák Ferenc utca 5. Folytatjuk is a Telena magazint. Visszatér az online oktatás a középiskolákba. A vírushelyzet tavasszal már próbára tette a pedagógusokat és a diákokat, és kialakult a működés rendszere. A középiskolások most az előrehozott érettség idején vannak, ami különös nehézséget jelent. A Szent István Katolikus Gimnáziumban felkészültek a változásra. Azt nem tudni, mikor jöhetnek vissza ezek a gyerekek az iskolába. Ráadásul ismét abban az időben érkezett a korlátozás, amikor az előrehozott érettségi vizsgákkal kell megküzdeniük. Nálunk már a hétvégén elkezdődött. Egy diákunk pozitív lett, tehát egy osztálymától már otthon van, tehát digitális oktatás folyik, illetve valószínű még néhány lenne, ha nem lenne az egész iskola otthon. Igen, valóban ez most nem lesz egy egyszerű helyzet, hiszen ugyan készültünk mindenre, de hát azért most mégiscsak kicsit nehezebb lesz, hiszen hetedikesek, nyolcadikosok előre láthatólag még jönnek, tehát itt kell lenni a kollégáknak, viszont ha éppen nincsen velük órájuk, akkor pedig az otthon maradott diákokkal kell foglalkozni. Tehát ezt éppen most fogjuk majd pontosítani, kidolgozni, hogy milyen órarend szerint, hogyan tudjuk beosztani. Nyilván tömbösíteni tudjuk majd az órákat, és akkor így egyszerűbb lesz talán az oktatás. Nem érintette meglepetésként az állás az iskolavezetést. A tavaszi tapasztalatok felhasználásával folytatódik az oktatás. Fölkészültünk erre a lehetőségre, hiszen a Classroomban minden osztálynak megvan a kis osztály, a csoportja, tehát oda tudják a kollégák küldeni a feladatokat, illetve a gyerekek is tudják a megoldott házi feladatokat visszaküldeni. A Zoom reméljük működik továbbra is, ott már tulajdonképpen csak a két új osztálynak kellett némi útmutatást adni, és szerintem nem fog ez problémát okozni. Ami nehézség lesz, egyrészt az, hogy mi lesz a szóbeli érettségizőkkel, hiszen éppen ma tekinthették meg az írásbeli vizsga eredményét, és hát bizony bő két hét múlva lenne a szóbeli. Ezt nem tudjuk még egyelőre, hogy fog működni, és itt az iskolában is nagyon sokan szóbeliznének. A másik nehézség az értékelés, hiszen tavasszal kellő számú jegyük volt a diákoknak, most viszont alig két hónapja kezdődött a tanítás. Tavasszal könnyebb volt a helyzet, mert egész évben dolgoztak a gyerekek, értékeltük a munkájukat, tehát az, hogy most lett még egy
egy-két olyan jegy, amit az alatt a 2-3 hónap alatt szereztek, az rendben van, de most még csak 2 hónapja járunk. Úgyhogy ez egy picit biztos, hogy nehezebben fog menni, hiszen kipróbáltunk, több lehetőséget, van amelyik úgy, ahogy működött, van amelyik sehogy nem működött, de ezt is valamilyen formában meg fogjuk majd oldani remélhetőleg. A tavaszi home office után a gyerekek elkezdtek vágyakozni az iskola után, és most újra szembe találták magukat a helyzettel. A végzősök nagyon nem örülnek ennek, hiszen ők már tavasszal is 3 hónapot így tanultak, és most pedig újra. De kicsit tartanak attól, hogy mi lesz, de okultunk, tanultunk a tavaszi menetből, és megpróbáltunk azért egy picit módosítani, hogy mit, hogyan lehetne hatékonyabban, hogyan lehetne jobban, hogy tényleg tudjanak a gyerekek otthon is készülni. Hát a számonkérés biztos, hogy hiányozni fog, hiszen azért az mindig egy picit motiválja a gyerekeket, de reméljük, hogy belátják, hogy az ő érdekük az, hogy minden flottul menjen. A koronavírus sem tudta megakadályozni azt, hogy a megye legnagyobb amatőr bajnokságát mindhárom osztályban a maga teljességében megrendezik 2020-ban a Tolnai Teniszcentrumban. A Vitál Szabadidő Sportklub szervezésében mindhárom osztályban lezajlottak a küzdelmek. Igaz, a párosok számára kiírt szokásos versenyek elmaradtak az idén, de őket is sikerült kárpótolni a szervezőknek. A vírus két hulláma közötti időszakban külön párosbajnokságot rendeztek a Tolnai Teniszcentrumban. Az amatőr sport tenisz élet jött a megyébe, itt a legnagyobb. Hát ennek egy titka van, főleg egy személy, Sali Ádám személy, aki már évek óta következetesen teljes odaadással csinálja ezt a sportot, a teniszt, illetve hát van egy jó pár lelkes támogatónk, akik rendszeresen ott vannak a pályán és versenyeznek, meg a lehetőségek mérten támogatják is ezt a tenisz életet itt Tolnán. A közel 100 rendszeresen teniszező mellett egyre több helybéli és környékbeli fiatal kacérkodik azzal, hogy elsajátítsa a teniszezés alapjait, és szabadidősport szintjén egyre jobb legyen. A pályabővítés már nem lehetséges a teniszcentrumban, de okos pályabeosztással, a résztvevők közötti kompromisszumokkal kezelhető a helyzet. Az alapfokú tanfolyamok beindítása már mindenképpen aggályos lenne, nem csak a pálya, hanem az ehhez szükséges források, legfőképpen a hozzáértő oktatók hiányában. Ha fiataloknak van igénye erre, akkor fiatalokkal el lehet kezdeni foglalkozni, de ott még kevés az a gyerek, akivel bajnoki szinten lehetne játszani. Ez a teniszszövetség segítsége nélkül egy ilyen szabadidős klubnál, mint a Tolnai, nem megy. A most pénzügyi válságát élő szervezet korábban egyébként pénzügyi támogatást ígért, de most új vezetés és új helyzet van. A Magyar Teniszszövetségnél most az utóbbi fél évben, egy évben olyan viharok voltak, akikkel ugye mi kapcsolatban vagyunk, hogy ez a képzés még teljesen nem indult be, ezt most próbálják új tiszta lappal indulni, úgyhogy mi is kíváncsian várjuk, hogy mi lesz ebből. Minden tolnai klubtag a maga lehetőségei közepette készül a jövő évi bajnokságra. Keres a téli hónapokban is játék lehetőségeket a közelben. Sokan szeretnének az előző évhez képest néhány helyen erőlébb lépni a kiegyenlített 3 különböző osztályban zajló bajnokságokban. A párosok is, ha lehetőség van rá, télen is együtt gyakorolnak, keresnek páros partnereket is. Bízva abban, hogy több játék lehetőségük lesz a jövőre, mint az idén volt. A páros bajnokságot sajnos a szükség szülte, mert ez a vírushelyzet már tavasszal is megjelent, és nem tudtuk megrendezni a páros versenyeinket, amik szoktak lenni. Ugye egyszerre nem lehetett egy tömeg hirtelen a pályán, ezért azt találtuk ki, hogy bajnokság formájában csináljuk a páros versenyeket, és nem egyszerre volt egy kupa, hanem folyamatosan zajlottak a páros küzdelmek. Tekintettel a teniszsport már említett tolnai népszerűségére, ez időtájt gyakran fölvetődik, kellene valamilyen legkisebb költségvetésű fedett sátras létesítmény az elkövetkezendő téli hónapokra. Ennek sajnos továbbra sincs realitása a rendelkezésre nem álló anyagiak miatt.
Most pedig egy korábbi, de számukra nagyon kedves anyagunk következik. Szinte hihetetlen, hogy mindössze pár évvel ezelőtt vette kézbe első saját tükörreflexes gépét Szakó Balázs, ma pedig már kiállításukon videóklipben tűnnek fel a képei. Ismerjék meg most őt! Az a beat, Scar City. Húzom a dolgot, lépek az éjszaka, már beívódott a kezembe az objektív fényszaga, már míg más alszik. Én a városban portyázom, aztán másnap reggel a lelőtt vadakat elpostázom. A nevem Vadász, a villanás látsz, én lennék, de a spéreim a lepkék, úgy hívnak éj vendég. Folyton fókuszálok, a záridőm végtelen, a tejutak kártyúit, a csillagok a fércelem. Szakó Balázsnak sikerült. A fiatalember mindössze 4 évvel ezelőtt vette kézbe első saját tükörreflexes gépét, ma pedig már kiállításokon videóklipben tűnnek fel képei, országszerte is kezdik megismerni a nevét. A tombol a szél és villámok csapnak össze, a kérdésem csak annyi, testvér, te is jössz. Egy vándor, csak egy pillanás az és ötvédben. Egy vándor, csak egy volt a te jussz ködében. A tolnai fiúnak szeptember 22-én nyílt meg a 6. kiállítása, ahogy ő fogalmaz, végre hazaérkezik a vándor. A címadásnak 2 oka is van. Az egyik az az, hogy ugye rengeteg helyen készültek a képek, és szerettem volna egy vándor kiállítást is létrehozni, ami körbe megy az országban több helyszínen is. A másik pedig az, hogy körülbelül egy éve felkértem egy magyar hip-hop előadót, Digo, hogy volt egy instrumentális zenénk, amit a Jakab András biztosított számunkra, hogy írjon rá pár szöveget, pár sort a képeimről. És ebből egy elég komoly dolog lett, mert ő írt egy egész zeneszöveget, és ebből lett egy videóklip is, aminek az lett a címe, hogy Vándor, a refrém miatt is hihetetlenül eltalálta a srác, és annyira az én képeimről készült a szöveg, hogy nem is volt kérdés igazából, hogy innentől Vándor lesz a kiállítás is, meg a videóklip is. Csak egy pillanás az és ötvédben, egy vándor, csak egy volt a te jussz ködében. Egy vándor, csillagokkal az övében, útját villámok övezik a felhőtársai, sosincsen egyedül éjjel. Amikor már megvolt a fotós felszerelésem, akkor itthon kezdtem el járni a helyeket, és aztán ez kitolódott, voltak nyaralások, akkor volt olyan is, amivel konkrét céllal mentem egy-egy helyre itthon az országban, voltak felkérések is, hogy készítsek képeket egy adott helyről, és akkor így igazából kialakult az, hogy külföld is van benne, Magyarország is van benne. A legdurvább az, amikor az autómmal elakadtam a sárban, és ez itt történt ráadásul Tónán, a Bárkánál, elakadtam a sárban, ott is kellett hagyjam az autót, de hát én mentem, fotóztam, aztán később elintéztük. A következő célom az most már november 11-én indulok ki Izlandra. Egyedüli magyarként bekerültem egy 12 fős csoportba, akikkel egy tájfotós tanfolyamon veszünk részt igazából, 3 világhírű fotós szervezésében, és ők fognak minket ott vinni autókkal a nemzeti parkokba, hatalmas vízesések vannak, jégbarlangok, tehát ez egy fotós mennyország. Versenyre esetleg nem gondoltam? De, és most már egyre több időm is lesz, mivel én eddig a Paksi Atomerőműben dolgoztam, a munkaviszonyom pont a mai nappal szűnik meg, és mostantól, mint szabadúszó fotós leszek, úgyhogy én nagyon sokat várok ettől, most már csak ezzel fogok foglalkozni, és ebből szeretném kihozni a maximumot. Főváros, félvárról, most jöttem a fővárról. Úgy tudtam, hogy a jászaim vagy, és azt kell látnom Moszkvától. 2 oldal a mérleg nyelve kitördől, a 2 partra népa semmit mérlegelve kitódul. Ez biztos, hogy Pest soha nem ül fel Budának, és hogy Budán ugyanúgy pestieket utálnak. Hónapok óta benne már kialakult az az ötlet, hogy azt szeretné, hogy ezt a kiállítást valamilyen slam poetry előadással kéne megnyitni, és rám gondolt, megtisztelő felkérés.
megmutatta a képeit, hogy elvállalom-e ezeknek a képeknek, hogy megnyitom a kiállítást, és természetesen mivel fantasztikus képeknek gondolom őket, azért igent mondtam. És az igazi gáz, hogy az igazi gáz, igazi gáz, hogy az igazi gáz, az igazi gáz. De ha fejtetőre állok, akkor sem ne festető, hogy Pest Budát és Budapestet öl, ha testet ölt. Nem véletlenül létező sztereotípi, hogy a városi ember hajlandó elfelejteni, hogy mi történik kint a természetben és micsoda szépségei vannak. Ahogy egyébként megfordítani is nehéz, mert mondjuk valaki nem nagyvárosban élt egész életében, hanem valahol úgy vidéken, hogy a természet közelében, neki akkor valószínűleg kevesebb tapasztalása és így fogalma van abban, hogy milyen a városi élet. És ennek a kettőnek a játéka nagyon érdekes, tehát én nagyon szerencsés ember vagyok, mert én félig városban, félig vidéken nőttem fel, ezt nagyon nagy szerencsének gondolom, hogy tapasztaltam mind a kettőből, úgyhogy ha nem is teljes lábbal, de mind a kettőben otthon vagyok valamennyire. Egy biztos, hogy Pest soha nem ül fel Budának, és hogy Budán ugyanúgy pestieket utálnak, Budapest is hiszi, hogy vidék, mint a Bubópest is, és a másik oldalon ugyanúgy utálják a Bunkópestit. Tapasztalat hiánya miatt valószínűleg, hogy léteznek azok az előítéletek, amik beleívódnak az emberek fejébe, hogy na a vidék ilyen, na a fővárosból ilyenek az emberek. Ami azért nagyon vicces nekem, vagy nem vicces, hanem érdekes, mondjuk a fővárosban születtem, és Budapesten is nőttem, föl egész életemben ott éltem, hogy ott már ugye nagyon nagy része az embereknek nem is nem pesti, hanem felköltözött ember, és akkor egyszer van egy ilyen elpestiesedés, ami megfigyelhető, tudni, hogy ki az, aki frissen vidékről felköltözött ember, és akkor ott egy pesti emberként én nagyon örülök, hogy mivel nekem megadatott az, hogy vidéken is nőttem fel, én nagyon örülök annak, hogyha valaki olyas valakivel találkozom, aki mondjuk frissen költözött fel, és még nincs elpesti esetben, mert ez egy negatív csengési szó, nem véletlen, mert negatív hozamai, folyamányai vannak attól, hogyha valaki elkapja a város az ember, közben meg ilyen dolgokat lehet tapasztalni vidéken is, és a természet közelében, úgyhogy az lenne jó, hogy mozgolódna mindenki mindig egy kicsit, mint egymást. Pest a jólét kontúrja, divák és díványok, város túl a városon, ahol várom ott van, Pest egy távoli rokon, épp látogatóban. Talán én is Pest vagyok, Pest a pestiségem, Pest, hogy rég Pesten lakok, s nem lettem pesti mégsem. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!